Sziasztok, Doggy vagyok. Itt is ennék a Spornak az ötödik részével, amit egyébként negyedjére veszek újra, szóval, ja, elég vicces, bár annyira nem nevezném viccesnek, inkább elkeserítőnek, főleg az én részemről. Ugyanis akárhányszor meghal a lényem, megölik, befagy a játék. És hogyha nincsen mentés előtte, akkor bizony mindig innen kell újra kezdenem. És hát nyilván nem akarok 2 percenként menteni, de hát lehet, hogy az is egy megoldás, és akkor maximum így összevagdosom, hogyha meghalok, akkor mindig kitalálok valamit. Még nem tudom, hogy hogy lesz, mert hát eléggé zavaró egy idő után, azt kell, hogy mondjam. Így pedig nem jó egyébként gameplayezni, hogyha az ember sokat szenved egy játékkal, mert nagyon hamar ráun úgy az ember. De viszont ti meg annyira szeretitek ezt a sorozatot, hogy azért megpróbálom így is folytatni. Jó, szaporodjunk, mert kellene most már egy kis fejlődés. Na, de hogy eltolt? Ember! Úristen! Hát is szonáli. Éppen szaporodok, ez arrébb lök 3 méterrel. Jó lenne egyébként valami kemény lényt magunk mellé állítani, aki mindenkit le tudna zúzni, és akkor nem kéne attól félnem, hogy mindig megölnek, és akkor lefagy. De egyébként az a vicces, hogy nem is az van, hogy megölnek és lefagy, hanem így teljesen random az, hogyha megölnek, akkor lefagy a játék. És ellenségesnek is kellene lennem ahhoz, hogy ne vallásbuzgó legyek a játék vége fele. Úgyhogy majd meglátjuk. Ez a száj most tökéletes lesz arra, hogy jól tudjunk támadni. Egy jobb kar sem ártana most már. Ezzel jól tudok csapni, ugye? Ha 3-as szintű csapásom van, az jó. Ezt a lényem is megerősítette. Illetve jó lenne egy jobb szárny is, hogy ezt eladom. Ó, meg tudom venni a jobb szárnyat, király. Na, hát akkor most már egész sárkányosak vagyunk. Oké. Rendben, akkor annyin változtattunk. És remélhetőleg most már keményebb fickók vagyunk, és most már tudunk szembeszállni másokkal is. Egyébként itt a fészek körül körülbelül mindenki utál minket. Úgyhogy nem a legjobb a helyzet. Húha, ez mindjárt becsapódik az hatalmas nagy bolygó. Elég ijesztő. Jó, de remélhetőleg nem fog. Lehet, hogy egyébként mindig itt kéne, hogy legyen mellettem a falka. És akkor annyira nagy meglepetés nem érhetne. Mert hogyha itt vannak mellettem, akkor igazából ők megvédenek. Csak mi van akkor, ha pont akkor mennek el, amikor pedig már tényleg nagy szükség lenne rájuk. Úgyhogy nem akarom fölöslegesen ellőni mindig ezt a falkást itt. Ők is barátságtalanok? Ők nem. És milyen lények? Ha, ti olyan lényeknek tűntök, akik annyira nem nagyon tudnak erőset támadni. Úgyhogy ég veletek. Ó, még kezük sincsen. Szegényke. Hát akkor végetek. Gyorsan hívom azért a falkát, nehogy besüljek, és még ezek is megöljenek. Aztán újra kelljen kezdenem megint a játékot. Oké. Itt van még egy. Lupi. Az a nevük, hogy Lupi. Nem te Luffy. Jaj. Igen, és még itt van egy Lupi. Az alfát kéne, mert akkor kapunk testrészt. Na, mindegy. Így is jó volt. Köszönjük szépen. A kis, hogy hívják ezeket, akik jöttek nekünk segíteni? Úgy elszaladt, hogy nek se tudom nézni. Alfa. Na, hát ennek jó hosszú és furcsa neve van, úgyhogy inkább nem is szenvedek vele. Azt a mindenit, micsoda záporeső van itt. Mármint meteor eső, nem zápor. Jó, fejbe vágott. Akkor ezzel vigyázni kell. Viszont azt hiszem, ilyenkor eléggé félősek a többiek. Úgyhogy lehet, hogy most kéne menni támadni. Mert ilyenkor nem összeszedettek. Micsoda nyelvek vannak itt.
Vagy én nem is tudom, hogy ez micsoda. Bumbiszáj. Kaptunk még egy lábikót. Még egy szájat. Itt van még egy nyullány. Mármint nyulány, nem nyúlnak a lány. Lány része. Nyúlnak a lány része, az elég érdekes még mindig, de szerintem értitek. Aha, rogárték, nem szeretnek minket. Minket támadnak, vagy őket? Őket támadják. 5 darab rogártit kellene levadászni. És ők elég keménynek tűnnek, és most mi sem tetszünk neki. Ne, hagyjatok békén, könyörgöm. Jó, átrepülök oda, hát hogyha oda nem követnek. Hát úszni annyira jó, sajnos nem tudok. Remélem nem olyan ellenséges valami követ, de azok követnek. Meg kell várnom akkor a falkát megint. Mert nem akarok meghalni. Viszont ott van egy testrész, és remélem nem egy ellenséges fészek közelében. Ez eléggé fail lenne. De ellenségesek. Aha. Akkor eszek egy kis gyümit. Aztán megpróbálok valamit bevetni. És sikerüljön azért a fejlődés. Milyen kövér. Ez jó lenne. Ó, ne. Húsevő szájat raktam rá, nem minden evőt. Erre nem gondoltam. Azt hittem, hogy csak minden evő szájakat fogok kapni. És honnan fogok én egyáltalán húst szerezni, amit megettek? A falkám közben meg is halt. Remek. Hát muszáj leszek pedig akkor megölni valakit, hogy tudjak enni. Vagy csak egyszerűen valahogy megpróbálok visszaosolni a fészkembe, anélkül, hogy valaki rám támadna. Az sem lesz egyébként egy egyszerű feladat, úgy érzem. Mindenki utál itt a környéken. De remélem azért sikerül. Itt voltak a jó fejek, akik átkergettek a vizem. Jó, akkor hát remélem sikerül. Na basszus, ők is utálnak. Remek. Nem, én tényleg nem akarlak titeket bántani, úgyhogy szerintem így szépen sétáljunk el egymás mellett, jó? Hát ti nem így gondoljátok, én viszont úgy gondolom, és úgy egy ellenséges fészek abba, mármint olyan fészek, amit megöltem. Ne már! Ne, könyörgöm! Jaj, ne! Ne, könyörgöm. És most nem tudom, hogy jó lesz-e, vagy le fog fagyni. Jó, sikerült. Hú, mini szívroham. Nagyon mini szívroham, de lehet, hogy inkább hatalmas. Na, ilyenkor szokott nekem mindig befagyni a játék. De látjátok, hogy van, amikor nem. Jó. Hát akkor viszont megint szaporodjunk. Kicsit komolyabb testrészeket kéne most már magunkra rakni. Mert hát ha akkor jobban tudunk támadni. Ó, de rázza nekünk a fenekét. Kitolta most egyáltalán a tojást? Itt, aki nagyon táncol? Én nekem is ez a kérdésem. Mármint, hogy ez így mi? jó. Ilyet még nem láttam ebben a játékban. Mind a ketten tojást tojtak, akkor milyen himnősek vagyunk, úgy látszik. Aha, akkor ez a száj nem lesz jó. Minden evő száj kell nekünk, és ez nem volt az, ugye? Aha, itt csak ezek a minden evő szájak. Hát mondjuk jó, ez a randa pofi is nekem. Valóban elég randa. És ennek így ki lehet húzni a fogacskáit. Tök cuki. Jó, ez lesz.
Ez aranyos. Oké. Itt nincsen semmi. Igazából pont olyanokat kéne rárakni, amitől fejlődni is fogok. Nem feltétlenül arra kellene menni, hogy melyik aranyos és melyik nem. Jó. Lehet, hogy jobb lenne egyébként egy új szarv rá. Hát ez a normál szarv nem a legszebb. De legalább jobbak leszünk tőle. Nem tudom igazából, olyan, mint hogyha két ilyen fagyi gombócot rányomtak volna a fejére. Oké, és remek. És akkor szerintem gyorsan most itt mentek is egyet, hogyha bármi nagy gond történne, akkor ne legyen probléma vele. Nem örülnék neki. Igazából ez ilyen fél perc, csak biztos, ami biztos, hogyha már 10 percig eljutottam, az már egy elég nagy szó. És akkor magam mellé állítok néhány sanyit. Táncolni annyira egyébként már nem tudunk jól, mert nem valami fejlett a lábunk. Arra sajnos soha nem marad pénz. Mindig minden másra adjok, csak erre nem. Jó, oké. Most legalább nem vagyok egyedül. Erre is elmehetnénk megnézni, hogy erre mi van, és most hogy állunk? Jó, még mindig alkalmazkodók vagyunk. Bár nem nehéz, mert mindenki meg akar minket ölni. Jó, bugáik nem. Nem, nincsen vele gond. Ők nem utálnak minket. Ez már egy igen pozitív dolog, hogy van egy szomszédunk, aki nem akar minket megölni. Pumpa nyúlvány. Aha, ők viszont már annyira nem szeretnek minket, úgyhogy gyorsan hívok egy falkát, hogy esetleg ránk akarnának támadni. Ne, most olyanokat hívtam, akik jól tudnak inkább táncolni. Hát ez remek. 25 életük van. Szóval, hogy megölnek simán. Ó, ők pedig még simábban ölnek meg minket. Úgyhogy megint rossz irányba indultam meg, úgy érzem. Hát nem tudom, öljük meg, próbáljuk meg. Nem tudom, érdemes-e. Uha. Kicsit arrébb megyek. Ne pont ott a közepén legyek bent a harcnak. Ezt itt még gyorsan leboxolom. Hát csak kettőt kell. Mondjuk azt a, az egy kölyök, nem? Uha, igen, és ne. Őtöljétek meg, vagy valamelyiket, amelyiknek kevés élete van. Vagy akkor tudjátok mit, én elmegyek és egy kicsit fejlődök. Saját fajtámat hagytam egyébként ott, nagyon jó fej vagyok, tudom. Ez rohad az a gyümölcs. Visszamegyek, akkor még hozok a fajtámból, és akkor megint megrohamozzuk őket szerintem. Mert akkor talán van esélyünk ellenük. És akkor legalább ők már nem fognak minket cseszegetni. Jó. És akkor jól megkerülöm őket. Hát ha akkor nem támadnak rám. Észre sem vesztek, mi? Ha. Jó. Jó, bugáik talán megvédenek. Bugáikkal lehet, hogy jó lenne jobban lenni. Jó. És akkor itt is van már fészek. Ó, itt talán egy testrész. Észre sem vettem. Szemekék. Az a szép, akinek a szemekék. Nem már. Jó, van. Ővel nem szaporodni szeretnék, hanem így meggyőzni arról, hogy állj be mellém és harcoljunk együtt. De úgy látom, te csak szaporodni szeretnél, úgyhogy ez annyira most nem jött be. Hát mondjuk kölyök sonyival lehet, hogy nem érek sokat. Ne szaporodj. Hanem
Mindegy, ő... Lehet, akkor megvár valami kölyök Sanyi felnő? Hol vannak a többiek? Azért ez így érdekelne, hogy így mi történt a fajtám többi részével. Lehet, hogy akkor Bugát érdemes lenne lenyűgözni, és akkor magam mellé állítani. Csak nem akarok túl sokat barátkozni. És nem tudom igazából, hogy ők... Hát ők nagyon jól tudnak már táncolni, olyan lábuk van pont. Tehát nem fogom tudni őket lenyűgözni. Húha. Hát... belőlük kellene megölni egyet, és akkor el is tűnnének. Igen. Ez az. Hú. Sikerült. Bugáék segítettek, anélkül, hogy tudnának róla. És még nagyobb lett az agyunk. Remek. Na. Hűha, sok DNS mind a fejedbe szállt. Extra nagy agyad jelenti azt, hogy egy harmadik lényt is a falkát hozadhatsz. Király. Na, akkor... akkor majd ezt mindjárt meg is ejtjük, szerintem. Csak legyenek olyan barátaim. Húha, ők... ők hárman vannak csak. Elég könnyű lenne levadászni. És jó is lenne, ha le tudnám őket vadászni. Mert 35 DNS pontot kapok azért, hogyha meg tudom őket ölni. Ó! Oh! Egyszerű volt. Remek. Még egyet le kellene belőlük vadászni? Hol fogok ezekből még egyet találni? Ó, azóta vagyunk most már. Végre. Sanyiék visszatértek a fészkünkbe. Hát akkor magam mellé állítok még néhány Sanyit. Jó. Meg téged is. Ez még mindig kölyök, nem fog felnőni? Remek. Így már azért annyira csak nem fognak minket megölni. És lehet, hogy szaporodok még gyorsan egyet. Mert megint van 100 DNS pontom. Hol vagy? Ott vagy. Jól van. Már kezdtem megijedni. És akkor szerintem egy jobb lábat föl fogok most már rakni. Mert lehet, hogy egy jobb kéz jobb lenne, mert a csapás miatt ez fontos, hogy jobban tudjak sebezni. Megnézem, milyen új testrészeink vannak, mert most annyira nem figyeltem oda arra, hogy miket kaptunk. Ilyenünk már van. Jó, hát igazából ez plusz gyorsaságot ad. Olyan is jó lenne, ami plusz egészséget ad. Egészség második szint. Aha, rakok föl ilyet akkor. És akkor több lesz az élete. Ha jól emlékszem, ez így működik. Kezünk az olyan van. Lábunk az nincs olyan, ami jó lenne. A legdrágábbat, ami egyelőre elérhető, azt nem tudom sajnos megvenni, de már ez is jobb, mint ami volt. És ennyi szerintem, amit rá tudok rakni. Mert hát ezeknél nem tudom, hogy mi lenne. Még egy kagylóhéjat talán rárakjak. Nem tudom. Hát az ott elég hülyén néz ki. Nem tudom, hova kellene rakni. Igazából az a probléma, hogy nagyon hamar megölnek. És lehet, hogyha egy kicsit több életem lenne, akkor több eséllyel is indulnék. Jó. Szerintem most akkor ez így jó lesz, és akkor itt is lenne vége ennek a résznek. Remélem tetszett nektek. Ha tetszett, iratkozzatok fel, dobjatok egy lájkot, írjatok kommentet. Doggy voltam. Sziasztok! A videó elkészültét az Infinity Hosting támogatta.